Köszöntök minden kedves nézőt, én Bereznai Dani vagyok, és ez most itt egy újabb F1 2020 My Team Karrier videó az Unibet támogatásával. Ők voltak azok, akik újraélesztették ezt a sorozatot, és nagyon sokan kedvelitek, de rengeteg munkám van vele a vágással. Most például itt vagyunk a szabad edzésen, és egy kombinált, leggyorsabb szabadedzés program teljesítés kört mutatok nektek, és közben, mivel sokan kérdeztétek, ezért megmutatom nektek, hogy hogy állok a fejlesztésekkel. Láthatjátok, hogy a megbízhatóságra annyira nem mentem rá, de egy kicsit igen, hogy ne legyen teljesen igazságtalan az AI ellen, a mesterséges intelligencia ellen, hogy én csak a teljesítményt fejlesztem, ők még sokszor fejlesztik a megbízhatóságot is, ennek ellenére sokszor kapnak büntetéseket, mert elég hamar kicserélik a komponenseket. Összességében a Honda motoros csapatként igazából mindenben hátrányunk van, még egy erős motor sem támogatja meg a gyenge kasznit és a gyenge aerodinamikát, tehát ugye ezek alatt a programok alatt tudok nagyon-nagyon sok-sok pontot gyűjteni, amivel aztán eszközölhetem ezeket a fejlesztéseket. Sokan azt írtátok kommentben, hogy nektek a legnehezebben, közelebb húzom egy kicsit a mikrofont, közeledjünk egymás lelkéhez, jó? Szóval nektek a legnehezebben az üzemanyag spórolás program megy, mondjuk annál pont nem hatásos az a tip, amit mondani fogok, annál tényleg csak liften kóstolni kell, azaz, hogy már féktáv előtt elemelni a gázt, kicsit gurulni még fék és gáz nélkül, és csak vitorlázni az autóval, úgy lehet kevesebbet fogyasztani, viszont gumispórolás vagy bármilyen más program esetén, ugye szabadedzésen is fel lehet csavarni a motort, és fel lehet csavarni az ERSZ-t is, és úgy az egyenesben tök sokat tudtok nyerni a program deltájához képest, és aztán a kanyarban elég sok időt veszíthettek. Szóval valakinek gondjai vannak a szabályozás programokkal, akkor ezt a trükköt tudom javasolni. Itt vagyunk közben az időmérőn, a mérnököm szerintem kicsit felhúzta magát, elment a fenébe. Én meg most kezdem meg a gyorskörömet, úgy tűnik egy mérges mérnökkel, aki már úton van talán hazafelé Oroszországból. Az időmérő leggyorsabb körét mutatom meg nektek, látjátok, hogy a legvégén kezdtem, 14 másodperccel leintést előtt a kör. 100 méter előtt fékezek egy kicsivel az első kanyarhoz, a magas hurkarázó köveket nem használom, így nem dobja meg az autómat, és jó kigyorsítást hozhatok erre a közel 10 másodperces padlógázás szakaszra, ez a jobb kanyar a pálya egyik legélvezetesebb része. Aztán egy nehéz féktáv, itt nem is látszik, de kicsit kifele dől a pálya, és ennél a kanyarnál is, szóval könnyen lecsúszni az ideális ívra, de a magas minimum tempó és a pálya minden centiméterének kihasználása a kulcs. Itt belül nem szabad megtámadni a hurkarázó köveket, mert azok teljes mértékben ledobják az autót, de olyan közel kell autózni a csúcsponthoz, amilyen közel csak lehet, és ez egyelőre nekem minden esetben megvolt, és ez egy fantasztikus kör. Itt újra aktiválható a DRS, talán ez a pálya legkiválóbb előzési pontja, mivel a harmadik szektor első kanyarja egy hatalmas féktáv, és ha itt esetleg még az ellenfeled melletted marad, itt belül egy előzéssel vagy kívülről egy aláfordulással, körbeutózással lehet próbálkozni, de ennél a szakasznál már érdemes, hogy eldőljön a pozíció, mivel itt egészen beszűkül az aszfalt csík, és mindössze egy autó számára van hely. Két derékszögű kanyar következik, ez az utolsó kettő. Az utolsóban nem kell ügyelni a kigyorsításra, csak essünk bele, hamar jön a célvonal természetesen, ne érvénytelenítsük itt a kört, és nagyon jónak éreztem ezt a kört, és ez mindössze egy 14. helyre elég. Én is széttettem a kezem, nem is teljesen értettem, mi történik, de megnyugtató, hogy csapattársam bő fél másodperccel végzett mögöttem. Sajnos ezen a versenyen az időjárási viszonyok nem igazán fogják megkönnyíteni a helyzetemet. A háttérben amúgy csodálatos hullámvasút, épület, minden, a téli olimpiai helyszín egy nagyon-nagyon szép kis létesítmény itt Oroszországban, és annak ellenére, hogy a pálya kicsit unalmas, azért lehet rajta jó versenyeket futni, és egy nagyon-nagyon szép modern tájban fekszik ez a 18 kanyarval álló, kicsit több mint 5 kilométeres versenypálya. Itt volt a nagy baleset Kwiat, másodszorra itt lökte meg Sebastian Vettelt, még talán 2016-ban is végezte a német négyszeres világbajnok a falban, elég dühösen, és itt vannak a minden verseny hétvégén elhaladó jetek. Az Imolában sokat hibázó Perez ebben a játékban még Racing Point-os színekben nyilatkozik,
egészen előről kezdi meg ezt a futamot. Ha jól látom, a negyedik helyről fog elrugaszkodni a rózsaszín párduc, Mercedes első sor, de mi foglalkozunk magunkkal. 14. hely, ez a belső ívet jelenti, és a közepes gumival rajtolok, ugyanis egy fordított járnó stratégiát választottam, de az elrugaszkodásnál ez egyből hátrány, Norris lerajtol, és Giovinazzi is egészen beér mellém az egyenesbe, és már-már teljesen mellettem van, de jön a féktáv, és belső íven Norrisnál is később tudok fékezni, viszont a McLarenes ifjú titán hamar megtalálja a tapadást a kigyorsításon, és el kell fogadnom, hogy ez a rajt bizony pozíció veszteséges. Ugyanakkor itt visszavetődök Norris mellé, és kivezetem őt egy kicsit a pályáról a poros ívre, és vissza tudom szerezni legalább a 14. helyet, szóval elmondhatom magamról azt, hogy a rosszabbul tapadó közepes keverékkel rajtolva is legalább nem vesztettem pozíciót a rajtnál. Ezzel a gumival az a jó, hogy ezt hamar le lehet cserélni, mivel itt Oroszországban az aszfalt sík felülete miatt nagyon-nagyon kicsi a gumikopás, és akár már hamarabb is kimehetünk majd a boxba, mint azok a versenyzők, akik a lágyabb keveréken rajtolnak, és eléjük vághatunk a leglágyabb keverékkel, ami mindig nagyon-nagyon hatékony, és a verseny végén is akár végig gyorsabbak lehetünk azoknál, akik a közepes keveréket rakják vissza, mert ezt ezen a finom aszfalt felületen még megmelegíteni is nehéz. Látjátok, hogy annak ellenére, hogy a közepes keveréken autózom, Sainzhoz nagyon-nagyon közel vagyok, de itt nyomom az erszet, és távolodnak el tőlem gyakorlatilag az egyenesben. A harmadik körre vágok, itt aktiválható már a DRS, látjátok, hogy teljesen alternatív íveken megyek. Próbálnék még egy-kettőt előzni, és egy kicsit előre jutni így a box kiállások előtt. Látjátok, hogy most agresszívan a középső szektorban is használhatom az elektromos energiát, és bizony ez mind azért van, mert itt Sainz ellen egy előzést próbálok előkészíteni, de amint egy bizonyos távolságnál közelebb érek a spanyol versenyzőhöz, óriási leszorító erőt vesztek, és ha egy körrel később ugrunk, akkor látjátok, hogy Sainz távolodott, gyakorlatilag nem volt esélyem ellene semmi az egyenesben. 50% energiám van, használom, de igazából nem kerülök nagyon hozzájuk közelebb, egy-két kanyar kombinációt veszek jobban náluk, úgy tűnik, hogy ezzel a gumival nekem nagyon nincsen keresnivalóm ebben a mezőnyben, ami a csatákat illeti, csak szépen unalmasan harcolok ebbe a vonatba, viszont a hatodik körbe mindenki előtt úgy döntök, hogy bejövök a boxba, nagyon késő féktával pont 60-ig lelassítom az autómat, és remélem, hogy a csapatom gyorsan dolgozik, és akár több embernek elé vághatunk. Ez bizony egy gyors kiállás volt, amúgy is meg felgyorsítottam a felvételt, szóval nem aludtatok el a képernyő mögött, és az utolsó helyre stílusosan visszatérek, Latifi, Russell, Magnussen és Grosjean mögé, de ők talán engem nem fognak feltartani, nem fogom őket utolérni, mivel ők is a light keverékkel indultak, azért a 7.-8. körbe legkésőbb ki fognak állni ezek a játékosok. Ebben a körben a legfontosabb az, hogy gyorsan menjek, és látjátok, hogy úgy rugom a féket, ahogy soha ezelőtt, kihasználom a pálya teljes terjedelmét, használom az erszet, beraktam reachbe a motort, egy kicsit sem kímélem most a technikát, ugyanis ez az a kör, ahol talán a legtöbb pozíciót nyerhetem az egész versenyen, ugyanis akik egy körrel később állnak ki nálam, azok egyrészt akár nagyobb forgalomba keveredhetnek a box utcába, másrészt meg ugye egy körrel későbbig mennek használt gumikon, míg én friss gumikon támadhatok, és láthatjátok ennek az eredményét, egy lila második szektor, és eddig a harmadik szektor is nagyon ígéretes, az első is mindössze azért piros, mivel ugye a box utcából még akkor jöttem ki, az beleszámított az a kis eltöltött idő már a körbe, ugyanis a célvonal egészen itt a box utca elején van, és nézzétek meg, lila utolsó szektor, a 8. kört megkezdve én mindent megtettem. A térképet sajnos nem látjátok tőlem, de előztem jó néhányat, Gasly bőven előttem volt, és most neki vagyok a szélárnyékából, a box kiáraton elém ér vissza, de a hideg gumikon még nem mer olyan későn fékezni, mint én, és már egy Ferrari-t és egy
egy Red Bull tudok követni, ezt nézzétek meg, itt vagyok Sebastian Vettel és Alexander Albon is, és Sergio Perez mögött. Ez egészen fantasztikus, nagyon-nagyon jó kis elévágás volt ez, és kár, hogy nem láttátok, hogy a térképen mennyi embert előztem meg, de kitakarja a webkamera. Vettel közben nem nyithatja az állítható hátsó szárnyat, és félek, hogyha nyithatja, akkor beszúrlok mögé a vonatba, szóval itt elhasználok rengeteg elektromos energiát, védi a belső ívet, a német négyszeres világbajnok, de egy késői féktávval körbe tudom én őt autózni, és Albon van tőlem kereken egy másodpercre, szóval itt is rányomok bizony a gázra, és megpróbálok a következő DRS érzékelési ponton egy másodpercen belül lenni hozzá képest, ami sikerül is, már is itt vagyok előtte, és szerencsére Perez is, mintha egy kicsit be lenne lassulva, és megfutom a verseny leggyorsabb körét, miközben utolérem a brit táj kettős állampolgár versenyzőt. Látjátok, hogy már a hatodik helyen vagyok, és Albont az ötödik helyért előzöm. Itt elemeltem kicsit a gázt, mert nem akartam, hogy védekezzen, hanem úgy voltam vele, hogy majd inkább kevesebb idővesztességgel itt megelőzném. Persze Albon nem nagyon figyel, hogy én ott vagyok, úgy rám zár, mintha szellem lennék, éppen hogy meg tudom fogni az autót, de ezzel nem vesztek sok időt, és azért nem akartam sok időt veszteni, mert láttam, hogy Perez pont ilyen DRS határon lesz hozzám képest, 1,1 másodpercre van a mexikói versenyző előttem, ami már a negyedik helyet eredményezi, úgyhogy a boxba a 14. helyről mentünk ki, szóval nagyon-nagyon jól működik ez a járnóféle fordított stratégia, aki nem tudom miről beszélek, járnó volt az, aki e-sporton folyamatosan inkább a keményebb keverékkel kezdte meg a versenyt, ezzel kicsit veszítve tempót, akár pozíciót a rajtnál, de a verseny végén bizony nagy királynak lehet lenni, és az utolsó körhöz érve éppen, hogy utol tudom érni Perezt, mivel amikor utolértem, amúgy még nem kaptam tőle egyből DRS. 40% energiám van, van elegendő üzemanyagom, de a Racing Point nagyon-nagyon gyors hozzánk képest, nem csak a kanyarokban, hanem főleg az egyenesben, ahol előzni kell. Látjátok, hogy ahhoz, hogy közel maradjak, már itt a középső szektorban is használom a rendelkezésre álló 160 lóerő elektromos töbletet is, természetesen balanszírozva azon, hogy itt a második DRS zónában, amit még a szabad edzésen az egyik legjobb előzési pontnak tituláltam, itt meg tudjam előzni Perezt is. Nézzétek meg, a turbulens levegőben nagyon csúszkál az autó, a későbbnél később fékezve esek be a kanyarba, és korán állok a gázra, és higgyétek el, itt Perez is nyom minden, de enyém a DRS, enyém a szélárnyék, az utolsó kör, utolsó szektorához érve, ez a negyedik helyért megy, Perez ott tartja mellettem, meghagyom neki a helyet kívül, meghagyom neki a helyet belül, kicsit ellen kell kormányozni, de megvan a pozíció, és egy kis drifttel, egy kis drifttel, ezt megünnepeljük mi instant, természetesen úgy, hogy Perez ne forduljon alánk, itt teljesen kifogytunk az elektromos energiából, 0%-án rendelkezésre, itt is még egy kicsit megcsúszok, és behozom a saját csapatomat a negyedik helyre, a 14-ről rajtolva, úgy, hogy a rajtnál a 15-re is visszaestünk, magyarul jó, 11 pozíciót nyertünk ezen a versenyen. Én lettem a nap versenyzője, a stratégáim, aki szintén én vagyok, a nap mérnökei lehetnek, és Valtteri Bottas megnyerte a versenyt. Ritka látvány, bár képzeljétek el, látni is fogjátok a videó végén, a finn versenyző konkrétan vezeti a bajnokságot, nem is kevéssel, talán meg is fogja nyerni. Hát látszik, hogy ez egy játék, innen látszik, hogy árkád és nem életű, nem is a vezetési fizikából. Ennyi lett volna ez az epizód, nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Ez most egy ilyen verseny volt, nem mondom, hogy a legizgalmasabb, meg mert késő este kommentálom, szóval nagyon üvöltözni sem tudtam, de ezt gondolom sokan nem bánjátok. Oroszország egy ilyen helyszín, köszönöm szépen az Unibetnek a támogatást, iratkozzatok fel rám is, rájuk is, legyen szép napotok, sziasztok!